Korrupció gyanúja miatt az ukrán korrupcióellenes hatóság házkutatást tartott az állami igazságügyi igazgatóság vezetőjének irodájában. Áll az ukrán korrupcióellenes hivatal és a korrupcióellenes különleges ügyészség közleményében. A hivatal vezetőjét ugyan név szerint nem említik, de minden bizonnyal Olekszéj Szalnyikovról van szó. A nyomozók azzal gyanúsítják a férfit, hogy jogosulatlan előnyökhöz akart juttatni legfelsőbb bírákat annak érdekében, hogy egy kereskedelmi vállalkozás javára döntsenek. A NABU tájékoztatása szerint március elején az igazságügyi igazgatóság megbízott vezetője egy kereskedelmi vállalkozás képviselőjétől 7500 dollárt kapott, ebből 5000 dollárt a bíráknak kellett átutalni a következő döntéshozatal megtámogatására, 2500 dollár pedig a közvetítői szolgáltatás díja volt. Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy május 15-én a korrupció ellenes hatóság őrizetbe vette a legfelsőbb bíróság elnökét, Vsevolod Knyazjevet, aki csaknem 3 millió dollár kenőpénzt fogadott el. Antonio Guterres felszólította Oroszországot, hogy térjen vissza az ukrajnai gabona fekete-tengeri exportját lehetővé tevő egyezmény teljesítéséhez. Oroszország nem hosszabbította meg az egy hete lejárt gabona megállapodás hatályát arra hivatkozva, hogy nem teljesítették saját mezőgazdasági terményei és műtrágyai exportját illető követeléseit. Az ENSZ élelmezési csúcs találkozóján Guterres hangsúlyozta, a fekete-tengeri kezdeményezés felmondásával a legkiszolgáltatottabbak fogják megfizetni a legmagasabb árat. A globális gabonaárak jelentősen megugrottak, amióta Moszkva nem hosszabbította meg az egyezmény hatályát, és támadni kezdte a gabonát exportáló kikötőket a Fekete-tenger, illetve a Duna partján, mondta az ENSZ főtitkár. Levélben fordult Denis Mihály ukrán miniszterelnökhöz a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, amelyben annak a határozatnak a visszavonását kérik, mely a képviselők kiutazását korlátozza. Az Ukrajna miniszteri kabinetje 2023. január 27-én elfogadott 69. számú határozatában módosították a határátlépési szabályokat az ukrán állampolgárok számára. Ennek értelmében nem utazhatnak külföldre a helyi tanácsok képviselői, beleértve a nőket és a hadkötelesség hatája alá nem tartozó képviselőket. Míg korábban csak a hadköteles férfiak és a katonai szolgálatot teljesítő nők számára volt tilos külföldre utazni, egy éve már a civil nők bizonyos kategóriáira is vonatkozik a tiltás, a köztisztviselőkre és a tanácsi képviselőkre. A levélben kitértek továbbá arra is, hogy mivel Kárpátalja kistérségei Magyarországgal, Szlovákiával és Romániával is határosak, a helyi képviselőket gazdasági, társadalmi, kulturális és családi kötelékek fűzik az említett országokhoz, illetve határokon átnyúló együttműködés is zajlik a képviselők által. Minden segítségnyújtást célzó kezdeményezés dicséretes a háború idején. Korábbi híradásainkban a nézők már találkozhattak Bozó Zsuzsával, aki több szervezet bevonásával nyújtott segítséget Kárpátalja különböző pontjain. Az utazó Ficak csapatával korábban játszósarkokat alakítottak ki a menekült gyerekeknek biztonságot nyújtó intézményekben, így a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is. A Nursery Project keretein belül gyermekintézményeknek szállítottak és szereltek fel új bútorokat Szolyván, Tiszakeresztúron és Nagyszőlősön. Az elmúlt időszakban az említett szervezetek Net of Hope néven gyűjtötték egybe, így immár ezzel a szervezettel és a HAHO önkéntesek csapatával látogattak ki ismét Nagyszőlősre, ahol a helyi humanitárius központnak adtak át bútorokat, illetve polcokat. Nagyszülősen már nem először járunk, ugye legutóbb a helyi gyerekotthonnak segítettünk, berendeztünk nekik egy nagyon szép kis részt, és ott volt először velünk ez a fiatalember, akit Előti Marcinak hívnak, ő a HAHO önkéntesek egyik alapító tagja, vagy vezére mondhatni, és én nagyon örültem neki, hogy azt mondta, hogy itt érdekelné egy ilyen rendrakós projekt, és hát eljöttünk, megnéztük, hogy mire lenne szükség. Akkor kiderült, hogy jó lenne, hogyha segítenénk polcrendszerekkel, segítenénk rendbehozni itt a fogadóirodát, segítenénk kialakítani egy ilyen second hand shop-t,
turkáló szerűséget, ahol a rászorulók könnyebben tudják a ruhákat válogatni, egy kinti fogadó rész, ahová le tudnak ülni, és ami még nagyon nagy vágya volt a helyieknek, hogy legyen egy kis főzőkonyha is, ahol tudnak aztán főzni mindenféle ételeket itt a helyi rászorulóknak és a belső menekülteknek. Úgyhogy erre most van 2 napunk, hogy összerakjuk, úgyhogy ezen fogunk dolgozni. A HAHO önkéntesek csapata 1 éve azon dolgozik, hogy megkönnyítse más szervezetek munkáját, úgyhogy egy nagy takarítást tart náluk, illetve segít rendszerezni a segítőközpontok bázisait. A szervezet eddig Magyarországon tevékenykedett, többek között az ökumenikus segélyszervezettel. Zsuzsa márciusban hívott fel azzal, hogy hát lenne egy olyan projekt, ami kifejezetten a HAHO önkénteseknek való, mert hogy nagyon sok raktárat és nagyon nagy rendbe kéne tenni. Március óta tervezzük ezt a projektet, és most július végére jutottunk el oda, hogy itt vagyunk, itt vannak a polcok, és itt vannak az önkénteseink is, és remélhetőleg a hétvége végére itt valójában egy szép, rendezett raktárat fogunk tudni itt hagyni a helyi önkéntes segítőknek. Hát ugye ez az önkéntes vagy adományközpont több száz családnak ad adományt, élelmet, hínét, termékeket, illetve ruhát, viszont nincs meg a megfelelő infrastruktúra ahhoz, hogy ezeket rendszerezzék, tárolják. Legtöbb minden eddig a földön fölstócolva állt. Ez nekik is probléma, mert nem látják át, hogy pontosan mi van, nehéz tárolni. Ezért beszereztünk polcokat, amiket odaadományoztunk a központnak. Ezeket fogjuk összeszerelni, illetve ezekre fogjuk visszapakolni azokat az adományokat, amik jelenleg a raktárban vannak, illetve ezzel párhuzamosan alakítunk ki egy second hand ruha boltot gyakorlatilag, amiből szintén tudnak a rászorulók válogatni majd. Ahogy korábban is, most is a kárpátaljai határmenti önkormányzat társulása vállalta a szállítmányok adminisztrálását. A kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásánál az első naptól kezdve tartjuk a partneri kapcsolatot több magyarországi szervezettel, Ibozó Zsuzsaékkal is, akik több szervezeten keresztül is támogatásokat hoztak már például a főiskolára, a szolyvai vagy ide a nagyszülősi gyermekotthonba. Minden egyes esetben igyekszünk nekik minden segítséget megadni az adminisztratív feladatok ellátásán vagy a szállításokban. Ludmilla Szvorény és férje a háború kitörésének napján azonnal munkához láttak Nagyszőlősön. Egy csapatot hoztak létre, majd kérvényezték a katonai adminisztrációnál, hogy adják át az egykori földhivatal épületét humanitárius célokra. Az elmúlt 1,5 év alatt több mint 1000 áttelepültnek segítettek, és jelenleg is 350 szemét látnak el. Elkezdtük a munkát február 24-én, 22-be, első naptól, ahogy elkezdődött a háború. Reggel 5 óra akkor itt voltunk, 4-5 ember volt velem, aki ugye dolgozik mai napig is velem, és azon gondolkodtunk, hogy na most mi legyen. Azt értettük, hogy menekültek lesznek, mert ugye Kijev volt az első, ahonnan jöttek az emberek, és azt terveztük, hogy na most mit tudunk csinálni. Mit tudunk csinálni, mivel tudunk segíteni nekiek, így ment a kezdés. Volt 2 szoba, amikben nem volt semmi, álltunk, körbenéztünk, és akkor azt mondtuk, na hát. Jöttek nekünk a támogatások Lengyelország, Magyarország, Németország, de a mai napra megmaradt a Lengyelország és a Magyarország. Onnan mai napig kapjuk az élelmiszereket, a tisztítószereket, a gyerekételt, az összes holmit, ami kell a frontra is, nagyon segítenek a fiúknak a fronton, és tudjuk támogatni tovább a menekülteket, amelyek mai napig itt maradtak lakni, mert ugye vannak olyan családok, amelyek visszaköltöztek, de amúgy megmaradtak olyanok, akinek nincs hova visszamenni. A mai napra van 350 ember, amelyeket támogatjuk a minden nap. Ez élelmiszer, ez tisztítószer, ez földkaja, amiket kiadunk, és van még 120 gyerek, amik most került be Hersonból, azokat is elkezdtük támogatni. Csak a mai napra kint vannak nyaralni Magyarországba, 10 nap múlva várjuk vissza. Azok is itt lesznek nálunk, mi fogjuk vezetni, mi fogjuk támogatni tovább. Mennyiben jelent önöknek támogatás most ez a polcrendszer és ez a nagy takarítás?
Ez nagyon nagy segítség lesz nekünk tényleg, mert nem csak a takarítás meg a polc szerés lesz, hanem meg lesz csinálva egy nagyon nagy konyha. Nagyon köszönöm Zsuzsának, meg Marcinak, az összes csapatjának, mert ezzel nagyon segítenek. Mert mi készítünk kézkaját nem csak a menekülteknek, hanem a fiúknak, amelyek kint vannak a fronton. És nekünk nagyon nehéz volt, mert ugye volt egy rezsó, két hűtő, meg egy mély hűtőláda. Ennyi volt, amiből tudtunk csinálni. Most meg lesz egy nagy konyhánk, meg van rendelve, már ki is van fizetve az összes bútor, az összes minden, ami kell, és ezzel, na így mondjam, hogy ha eddig tudtunk főzni 10 emberre, vagy 20-ra naponta egyszerre, most meg fogunk tudni főzni 100-ra. A tervek szerint az említett szervezetek folytatják a munkát, illetve keresik azon lehetőségeket, hogyan tudnák támogatni a társszervezetek tevékenységét.